Ez egy személyes sértés az összes magyar számára, így reagált Orbán Viktor Joe Biden amerikai elnök tavaly novemberi szavaira, amikor az amerikai elnök totalitárius gengszternek nevezte a magyar miniszterelnököt. Orbán az amerikai Fox News TV csatornának nyilatkozva ehhez hozzátette, ha veszít a választáson, az azért lesz, mert a nyugati baloldali összefogás buktatná meg őt. Az ellenzéki pártok szerint Orbán Viktor fél. A kormányfő azzal kapcsolatban, hogy az amerikai demokraták az ellenzéki pártszövetséget támogatják a jövő évi választáson, azt mondta, egy nem szeretett, de stabil partner jobb, mint egy bizonytalan új. Remélem, az amerikaiak megértik ezt. Arról is beszélt, számít arra, hogy külföldről avatkoznak be a magyarországi választásba. Ezzel kapcsolatban azt mondta, ez meg fog történni. Nem tartunk tőle, fel vagyunk rá készülve. Az ellenzéki miniszterelnök jelöltek szerint Orbán Viktor fél. Megijedt Orbán, most először látja azt az erőt és a kormányzó képességet az ellenzéki oldalon, amely jövő április után kormányt fog tudni alakítani, és le fogja tudni bontani a NER rendszerét. Az ellenzéki pártok összefogásával egy stabil koalíciós kormányzás tud létrejönni, ami sokkal stabilabb, mint amikor egy darab ember kényétől, kedvétől függ az ország minden egyes döntése. Fekete Győr András szerint az interjú segélykiáltás az amerikai szélsőjobbhoz, mert a miniszterelnök fél attól, hogy elveszítheti jövőre a választást. Én őt nem gengszternek tartom, sokkal rosszabbnak, egy politikus bűnözőnek, akinek egy független igazságszolgáltatás korában, majd a felcsúti perben kell felelnie a politikai bűneért. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy őt Joe Biden novemberben totalitárius gengszternek nevezte. A miniszterelnök azt mondta, az összes magyar számára sértés az amerikai elnök kijelentése. Jaka Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem miniszterelnök úr, ez maximum önnek sértő, nekünk csak ciki, hogy igaz. Nagyon rossz következtetéseket volna Orbán Viktor a saját teljesítményét látva. El kellene gondolkoznia azon, hogy miért akarnak most már nemet mondani rá a magyar emberek. Kutatások azt mutatják, hogy többségében ez így van, és 22-ben valóban kormányváltás fog eredményezni, ezt magának összeheti. Pelinkás József azt mondta, Orbán Viktor nem jelent egyet Magyarországgal. Az őt ért bírálat, az nem Magyarországot ért bírálat, ezt jó lenne, ha elfelejtené. De a történelemben volt már olyan, aki azt mondta, hogy az állam én vagyok, ez jó lenne, ha nem ismételgetné a miniszterelnök. Márki-Zay Péter szerint megalapozottak az Orbán Viktort ért kritikák. Amikor nyugati politikusok kritizálják, vagy akár mi magunk itt kritizáljuk Orbán Viktort, ez nem azért van, mert ő illiberális, hanem azért, mert a magyar 1000 éves történelem legkorruptabb államfője, kormányfője. Karácsony Gergely a Facebook oldalán úgy fogalmazott, nem az sérti a magyarokat, ha az USA elnöke totalitárius gengszternek nevezi Orbánt, az sérti a magyarokat, hogy Orbán totalitárius gengszter. Az Orbán kormány az se nem konzervatív, se nem nemzeti, se nem hatékony, és azok a kritikák, amiket kapnak, azok azt kell mondjam, hogy teljesen jogos kritikák, független attól, hogy belföldről vagy külföldről érkeznek. Karácsony Gergely hozzátette, a nyugati nagyhatalmak beavatkozásánál nagyobb problémát jelent az, hogy kínai és orosz fél kezd beleszólni a választásokba.